Na, hogyha mennek vendégségbe, a kedves párja megtartja az eligazítást, hogy mennyit szabad inni? Na, akkor egy jó tanács, mert mamáik is mentek ugye karácsonykor, és megtartotta mama az eligazítás papának, hogy egy-két poákával megiszol, nem baj, de kettő után igenis tanuljál meg nemet mondani. Képzeljük el, nagyapám megtanult nemet mondani, mert két pohár után, mikor kérdezték, hogy iszol még egyet, annyit mondott, hogy nem bohanom. A Konyesnyi György helytörténeti gyűjteményben folynak a Múzeumok Éjszakája programsorozat különféle elemei. Pálkata Péter, jó reggel, már odafőtt a nap felkel. Szól a patasok, az a nagy karajú, gyere ki a rétre, kukoréku. Nem hallom, jelenlegi Múzeumok Éjszakájának a tematikája az újragombolt hagyományok. Éppen ezért egy olyan időszakos kiállítással készültünk, amely ennek a gondolatnak megfelel. A bácsalmási kékfestő műhelynek a termékeiből tartunk előadást, és a bácsalmási kékfestő műhelyből Bakos Zoltán István jött el hozzánk, aki bemutatja a Skurutyák családnak a különféle kékfestési technikáit. Egy kicsit próbáljuk a technológiát is bemutatni, hogy hogyan készülnek az anyagok. Itt hoztunk magunkkal kézi nyomómintát, illetve megmintázott, megfestett anyagot, hogy néz ki a festés előtt, illetve festést követően. Egy védőréteget nyomunk rá, ami a festés előtt ugye rákerül, ez megszárad rajta, ezt követi vagy az indantrén, vagy az indigó festés, és a legvégén lemossuk azt a védőréteget, amit a legelején rányomunk, ezt mi papnak nevezzük, vagy nyomópépnek, és tulajdonképpen ott marad fehér a mintánk, ahol rányomtuk ezt a védőréteget, tehát az a rész nem kap festéket. Mennyire lehet ezt a kékfestő mintákat, illetve ezeket az anyagokat a mai világban az emberek számára hasznossá tenni, illetve hogy használják? Mennyire lehet őket rávenni? Van erre több próbálkozás, úgyhogy azon kívül, hogy csak asztalterítő, meg függöny, meg táska lenne, tulajdonképpen a rajtam levő póló is ezzel a technológiával készült. Különböző ruhadarabok, szoknyán kívül, pulóver, póló, nyári ruhák, egyebek is készülhetnek ebből. A gyerekeknek különféle programelemekkel készültünk, így a Pöttyösböngre gyermekkoncerttel és rengeteg játékkal. Különféle népi játékokat próbálhatnak ki a gyermekek, a majsai nagycsaládosok közreműködésével egészen esti kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, amelyben szintén visszaköszönt maga a Múzeumok Éjszakája tematikája, az újragombolt hagyományok, és a gyerekek kipróbálhatják magukat, mint kis zsonglőrök is, hiszen a szegedi Fire Fantasy projektiroda zsonglőrjei is itt vannak velünk. A gyerekek nagyon ügyesek és nagyon élvezik ezt a programelemet, majd a Dunaparti történetekkel, Karinti Frigyes születésének évfordulójához kapcsolódóan egy zenés színdarabbal fognak nekünk kedveskedni, majd jön a Szavária fúvós ötös koncertje, és a végén pedig szintén a Fire Fantasy túlzsönglőrjei fognak nekünk egy kis tüzes bemutatót tartani.